Ez a Fabergé ékszertojás, amely II. Miklós orosz cár megkoronázásának első évfordulójára készült, a szentpétervári Suvalov palotában berendezett új múzeumban látható. Az első drágakövekkel gazdagon díszített Fabergé aranytojást III. Sándor cár ajándékozta hitvesének, Mária Fjodorovna cárnénak 20. házassági évfordulójuk alkalmából, 1885 húsvétján. A cár annyira meg volt elégedve az alkotással, hogy azután minden évben rendelt egyet. Fia, II. Miklós folytatta a hagyományt. Fabergé körülbelül 50 ékszertojást készített a Romanovok részére. A család kivégzése után a kincsek nagy részét eladták a bolsevikek. 12 év alatt állt össze ez a kollekció, amelynek darabjaira Oroszország és a volt Szovjetunió területén kívül bukkant rá a gyűjtő. A kiállításnak ez az egyik nagyon érdekes aspektusa. Minden tárgy visszakerült szülőföldjére, Oroszországba, hogy megőrizzük az orosz kulturális örökség részeként. Nagyon büszkék vagyunk rá, magyarázza a múzeum igazgatója. A szentpétervári Suvalov palotában megnyílt új múzeum kiállításán bemutatott 9 Fabergé tojást és az orosz iparművészet további 4000 remek művét Viktor Vekselberg, orosz milliárdos gyűjtötte össze.